Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Betegellátás. Györfi Pál az új rendszer biztonságos, egységes, magas színvonalú működését ígéri a betegeknek. Petőfi tér. Beruház, felújít és márciusban szobrot állít a városvezetés. Zúzmara. Vasárnap rajtolt el az idei év első futófesztiválja. Nem igaz, hogy a beteg gyerekeket február 1-től mindenképpen Vácra kell vinni a házi orvosi rendelési időn túl. Szentendrén a felnőtt alapellátási ügyeletben is fogadják a kiskorú pácienseket. Az utóbbi napokban több sajtócikk jelent meg arról, hogy mivel térségünkben legközelebb Vácon lesz gyermekorvosi ügyelet, veszélybe kerülhet a kicsik éjszakai ellátása. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV Budakalásznak nyilatkozva kifejezetten cáfolta a híreszteléseket, és biztonságos, egységes, magas színvonalú, kiszámítható ellátást ígér február 1-től Pest vármegyében. A jövő hónaptól tehát utolsóként az ország vidéki régiói közül Pest és Fejérvár megyében is életbe lép az új háziorvosi ügyeleti rendszer. Szentendre, Bükköspart 27. Február 1-től Pomász helyett ezen a szentendrei címen jutnak a budakalásziak háziorvosi és éjszakai sürgősségi ügyeleti ellátáshoz. Innen, ha baj van, autóval is házhoz tudnak menni. Ugyan kifejezetten gyermekorvosi ügyelet legközelebb csak Vácon működik majd, de a szentendrei ügyeleti központban az ott dolgozó mentőtiszt, orvos vagy diplomás sürgősségi szakember a gyermekeket is ellátja majd. Csak ezért senkinek sem kell a Duna másik oldalára utazni. Most már kijelenthető, hogy ez egy jól tervezett rendszer, ami a betegeknek a korábbinál egyenletesebb, minőségbiztosítottabb, magasabb színvonalú ellátást képes nyújtani. A beteg elégedettségi adatok ezt mutatják, és mindent megteszünk azért, hogy Pest vármegyében is a február 1-e indulás után a betegek ugyanezt tapasztalják, vagyis elégedettek legyenek. A házi orvosoknak havonta csak 2x6 órát kell majd ügyelniük, amit egyszerre is ledolgozhatnak. Tordas Dániel gyermekorvos szerint a kevésbé súlyos esetekben sok szülő reggelig is várhatna az ellátással. Mi gyermekorvosok ezen vagyunk, hogy naponta próbáljuk a hozzánk érkező családokat kicsit oktatni, nevelni, edukálni arra, hogy mikor szükséges tényleg éjszaka gyerekkel ügyelethez fordulni. És ez nagyon jó lenne, hogyha így a következő időszakban is a szülők megtanulnák. Ez nem a mi érdekünk, hanem ez a beteg gyereknek az érdeke, akit adott esetben este 11-kor vagy hajnali 2-kor még inkább otthon az ágyában kell ápolgatni, mint sem kocsiba ültetni és elvinni gyerekügyeletre. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint korábban átlagosan óránként egy beteget láttak el az ügyeleteken. Györfi Pál szóvivő stúdiónkban elmondta, eddig elég változatos volt az ügyeletek működtetése az országban. Volt olyan kis település, ahol a nappal is dolgozó orvos vállalt ügyeletet éjszaka, volt, ahol az önkormányzat külső céggel szerződött az éjszakai ügyelet megoldására. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint a februárban Pest vármegyében is bevezetésre kerülő új ügyeleti rendszer egységes, biztonságos és minőségi ellátást nyújt majd. Az új ügyeleti hálózatot bevezetése előtt másfél évig tesztelték. A házi orvosi ügyelet, ez hétköznaponként 16 és 22 óra között, illetve hétvégén reggel 8-tól 14 óráig működik a Vármegye 18 pontján, illetve a másik eleme az éjszakai, este 22-től reggel 8-ig, hétvégén pedig 14-től reggel 8-ig terjedő időszakban a sürgősségi ügyelet, ami a Vármegye 11 pontján áll rendelkezésre. Szentendre esetében azért könnyű a helyzet, mert háziorvosi ügyelet és sürgősségi ügyelet is működik majd, úgyhogy a betegek minden ellátást megkapnak itt helyben, illetve a környékbeli településekről is, hogyha valaki a telephelyen akar ellátást kapni, vagy erre van szüksége, akkor itt Szentendrén akár gyermek, akár felnőtt az illető, a vizsgálatot, az ellátást elvégezzük. Az OMS korábbi betegforgalmi adatai alapján az új ügyeleti rendszer tavaly februári bevezetése óta egyszer sem fordult elő, hogy ne láttak volna el megfelelően egy beteget. A legfontosabb változás, hogy egyszerűbb lett a segítségkérés. Gond esetén a 1830-as egységes hívószámot kell hívni,
ahol a mentőszolgálat munkatársa javaslatot tesz a megoldásra, vagy a hívót tovább irányítja a megfelelő helyre. Február 1-től Pest vármegye 18 településén házi orvosi ügyelet, 11 településen pedig éjszakai ügyelet is lesz. Folytatódik a Petőfi tér rendezése. Márciusban szobrot állít a városvezetés, olvasható városunk hivatalos honlapján. A beruházás célja, hogy a Petőfi tér szomszédságában a Budai út forgalmától védve kellemes udvar és közösségi tér jöjjön létre úgy, hogy méltó emléket állítson Budakalász a tér névadójának, Petőfi Sándornak is. A munkaterületet január 23-án adják át a kivitelezőnek, a munkálatok pedig március 14-ig tartanak majd. A munkálatok idején a Táncsics utca elején csak a pékség és az élelmiszerbolt oldalán lehet közlekedni, a patak partján futó gyalogösvény pedig le lesz zárva. Az új forgalmi rendről táblák adnak tájékoztatást. A szívinfarktus testi-lelki előzményeiről és okairól tartott előadást dr. Gál Katalin a Kós Károly Művelődési Házban. A Szívvel lélekkel című esten Németh Pákulic Tamás író-költő osztotta meg tapasztalatait, aki 2 évvel ezelőtt szenvedett el szívrohamot. Történetével szeretné felhívni a figyelmet a kiváltó okokra, valamint azokra a tünetekre, amiket már jóval az infarktus előtt is észrevehet az ember. A szív- és érrendszeri betegségek hazánkban minden második embert érintenek. Az Egészségklub idei első rendezvényén fontos témáról hallhattak előadást a budakalásziak. Németh Pákolic Tamás szívszakadásának története az infarktus lelki előzményeiről szól. Dr. Gál Katalin belgyógyász szakorvos házi orvos a betegség biológiai oldalát is bemutatta az érdeklődőknek. A fő fókusz a szívinfarktuson van, többféle megközelítésben próbáljuk holisztikusan egészében nézni, hogy mi vezet ehhez az élet-halál harchoz. A második rész pedig ennek az élővététele, hiszen Németh Pákolic Tamás 2 évvel ezelőtt mindazt, amiről én beszélni fogok, testközelből átélte, és az ő ismeretei, tapasztalásai és tanácsai, amik hitelesek, hiszen ha valaki hiteles, az az, aki átél egy ilyen történetet, az jelenti talán, hogy jobban vigyázzunk önmagunkra. A szívinfarktus kockázatát genetikai tényezők, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, magas vérnyomás, magas koleszterin szint és cukorbetegség is növelhetik. A fel nem dolgozott lelki terhek, az erős dűkitörések, de akár a közepes és az enyhe dű folyamatos elfolytása is okozhatja a betegség kialakulását. Ha élőben látják, talán egy kicsit jobban odafigyelnek azokra a nem eléggé kiemelt rizikófaktorokra, amit a lélek problémái, a lélek blokkjai jelentenek. Hiszen azt mindenki tudja, hogy ne hízzon el, mozogjon többet, nézze már meg a koleszterin szintjét, mindig rendszeresen megnézzük, ami mindig ugyanannyi, de igazából nem történik semmi, vagy egy darabig kevesebb pörköltet eszek nokedlival, de utána megint jön a verkli. De ha egy kicsit a lelkünkre jobban odafigyelünk, akkor talán könnyebben figyelünk majd arra is, hogy mit teszünk. Nem lehet szétválasztani külön a testet a lélektől. Január 27-e, amikor hajnalban előjött megint az, ami annak előtte nyáron volt, föl kellett kelnem, székre kellett ülnöm, kucorognom kellett, hát föl kellett húzni a lábamat, úgyse volt jó, sehogy sem volt jó, azám csak akkor nem múlt el. Németh Pákolic Tamásnak 2022. januárjában volt infarktusa. Eleinte gyomor problémának gondolta, ügyeletre ment, majd hajnalban elvezetett a Fővárosi Honvéd Kórházig. Ekkor már csak a szíve 20-25%-a működött. Azóta minden megváltozott az életében, más szemszögből lát rá a dolgokra. Addig mindenért küzdöttem, tehát egy ilyen küzdelmes akarás volt az élet, és amikor az ember megtapasztalja azt, hogy itt létezik valami más is, mint ami ez az anyagi valóság körülöttünk, akkor elkezdi elhinni azt, hogy a dolgok működnek anélkül is, hogy ő irányítaná őket, és hogyha erre a szörfdeszkára így rá tudok feküdni, már pedig rá tudok feküdni, akkor a dolgok megtörténnek, és úgy történnek meg, ahogy az ember szeretné. És a küzdelem, ez a reggel felkelek, és mi mindent kell ma megoldanom érzés, az egyszerűen elpárolog.
A szívszakadás Tamás művészetét is megváltoztatta. Zenei előadóként és dalszerzőként már sokkal mélyebb témákat is feldolgoz dalaiban, verseiben. El fog hangzani itt is egy vers, amit az intenzív osztályon a csövekkel, kábelekkel a testemben írtam, és ez egy istenes vers lett. Én előtte például nem írtam istenes verseket. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki meghallgatja, meg megnézi azt, amit most itt csinálni, meg mondani fogunk, és hogyha lesz még ilyen alkalom, akkor mindenkit várok szeretettel. És hogy a pillanat elhagyott, zuhantam megállíthatatlan, levegőt kapkodott karom, szájam, és a vörös égbolt alatt már azt kívántam, bárcsak porrá válnék az anyaföldben. Ám ide lent, egy keresztövében nagy tenyerét alám helyezte. Megtartott, rám tekintett. És mosolyában benne volt a minden. Most már értem. Így érzi magát az Isten. A szívinfarktus leküzdése óta Tamás segíteni szeretne embertársainak. Szívesen elmeséli történetét azoknak, akik nyitottak rá. Úgy véli, hogy a lélek rendben tartásával és a tünetek felismerésével sokan megelőzhetik a betegséget. Idén új helyszínen, az Omsk-tónál rendezték meg a 8. Zúzmara félmaraton és futófesztivált a hétvégén. A hideg, szeles idő ellenére nagyon sokan rajthoz álltak a vasárnapi eseményen. A budakalászi sportcsarnokból indultak, és ugyanide érkeztek a versenyzők. Az év első nagy futó eseményén két távon vehettek részt az indulók. Félmaratonon, tehát 21, illetve 10 kilométeren gyűjthették a pontokat az 5 próbázók. Hideg téli időben, de szikrázó napsütésben futhattak a versenyzők. A Budapest Sportiroda által szervezett rendezvényekhez megszokottan nagyon sokan rajthoz álltak, több mint 2000-en voltak a hűvös tél ellenére is. A hangulatot Péter Attila speaker biztosította. A versenyre nem csak a térségünkből érkeztek, dr. Zaher Gábor toxikológus, valamint a 6 éve Olaszországból hazánkba érkező induló is rajthoz állt. Elsősorban azért választottam ezt a futóversenyt, mert a téli időszakban ez az egyetlen nagyobb szabású rendezvény a környéken, ahol indulhatok a félmaratonon. A félmaratonon indultam, nagyon tetszett az útvonal, ahol futottam. A versenyző nem a vasárnapi Zúzmara félmaraton és futófesztiválon indult először ezen a távon, a megmérettetések folyamatosan formában tartják őt. Már Budapesten is többször indultam ezen a távon, amelyeket szintén nagyon élveztem, hiszen szép környezetben sportolhattam. A Megyeri hídon is átfutottam az egyik verseny során. Nem csak a térségből, de az ország legkülönbözőbb pontjairól is érkeztek az eseményre. A versenyigazgatótól megtudtuk, mikben hasonlít az idei Zúzmara félmaraton és futófesztivál a korábbiakhoz, valamint a változásokról is beszámolt Kocsis Árpád. Zúzmarai már 8. évben, sokat filóztunk anno, hogy kell-e ilyenkor futóversenyt csinálni, hát kell. Sokáig a Hung Expo-n voltunk, de váltanunk kellett, először vagyunk Budakalászon. Én itt ebben a tóba sokat úsztam, korcsolyáztam, körbefutottam, környéken biciklizek, megpróbáltuk ide hozni. Kicsit izgultunk, hogy a környezet megfelele, nem a Budakalász szépsége, hanem technikailag a futásnak gyönyörűen megfelelt. Több mint 2000-en neveztek az eseményre, fele a félmaraton, fele a 10 kilométer. A Dunapart fantasztikus, de ugye kedden még kim volt a víz, kicsit izgultunk, de a Duna a legnagyobb szponzorunk lett, hogy tökéletes. Ami még jó hír, hogy 350 magyar településről neveztek. Budakalászon jelentem több mint 350 magyar településen vannak turisták, úgyhogy azt gondoljuk, hogy jövőre is jövünk. Az eseménnyel a versenyigazgató nem titkolt szándéka, hogy a sportolni vágyók télen is próbára tehessék álló képességüket. Télen is adni kell a futóknak, ugye ma már a futó mozgalom az 365 napos, és kellnek a kihívások télen is. Januárban futni 21 kilométert az egy igazi kihívás, a másik táv pedig a 10 kilométer, amit szintén nem könnyű teljesíteni. Ami érdekes, hogy 80 olyan félmaratonista van, aki életében először futja a félmaraton, január közepén. Most szerencsénk van neki is, mert meleg van, süt a nap és 3-4 fok van, de lehetne -10 is. Jövőre meglátjuk, mennyi lesz.
Az útvonalakon három frissítő állomás állt a versenyzők rendelkezésére, valamint minden induló érmet és befutó csomagot vehetett át. A legnagyobb ajándéknak a versenyigazgató szerint mégis maga az élmény számított. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön szeles nap vár ránk, sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. Több órára kisüt a nap, a gyors felhő átvonulásokból azonban néhol egy-egy futó zápor kialakulhat. Hajnalban -2 és +7, míg napközben 6-12 fokot mutathatnak a hőmérők. Adásunk végén következzenek a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Az új betegellátási rendszer biztonságos, egységes, magas színvonalú működését ígéri a betegeknek Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Folytatódik a Petőfi tér rendezése, kellemes udvart és közösségi teret épített a városvezetés. Hírekben is szeretnek futni azok, akik a szezon első versenyén rajthoz álltak a szombati Zúzmara Fotófesztiválon. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk, amelyből a budakalászi evangéliumi csoport működését és vezetőit ismerhetik meg. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatóak vagyunk közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy első között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!